Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt, és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam. Nem a bosszú vágy indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam szerezni, nem is a kormányzáshoz volt kedvem. Kizárólag az a hiú dicsőség vezérelt, hogy eleget tegyek kötelességemnek hazám iránt. És a világi becsület, amelynek forrása természetes nagylelkűségem volt, az munkált bennem bűnös módon veled szemben, ó Istenem, mert hiszen a különböző indítókok mind magamra vonatkoztak, és önmagamban végződtek. Második Rákóczi Ferenc imája, győzhetetlen. Győzhetetlen én kőszálam, védelmezőm és kővárom. A kereszt van drága áron, oltalmamat tőled várom. Sebeidnek nagy voltáért, engedj kedves áldozatért. Drága szép piros véredért, kit kiöntél ez világért. Rád bízom én ügyemet, én Jézusom, én lelkemet. Megepedett bús szívemet, szegény árva bús fejemet. Őrvalmazzak én lelkemnek, kivegy uram mennek földnek. Könyörgök csak felségednek, én megváltó Istennek. Mutasd Jézus kies földet, lakásomul adj jó helyet, ez életben csendességet, jövendőben üdvességet. Mi magyarok. A nagyságos fejedelem, második Rákóczi Ferenc. Alig ha van olyan magyar lakta település a Kárpát-medencében, ahol ne lenne Rákócziról elnevezett utca vagy tér. Személye egyet jelent a szabadsággal és a hazaszeretettel. Mint a korabeli Európa egyik leggazdagabb főura, választhatta volna a könnyed, gondtalan életet. Itáliai és francia nemes kisasszonyok versengtek a kegyeiért. De akinek közvetlen felmenői között találjuk az Rinyieket, Frangepánokat, Bátoriakat, Lóránt fiakat, nevelőapja Tököli Imre, őt magát meg Rákócinak hívják, csak a nemzetügyét szolgálhatta. Gyermekként élte át, ahogy édesanyja Zrínyi Ilona bű két esztendőn át védi Munkács várát a Habsburg csapatok ostromgyűrűjében. Életre szóló lecke volt számára. Utána hiába választották el családjától, és nevelték a császári udvar parancsára, amint tehette, Magyarország függetlenségének lehetőségét kereste. 1703-ban élére állt a szabadságharcnak, amelynek zászlaját közel 8 évig tartotta magasba hűséges kurucai támogatásával. A szatmári békében Bécs teljes kegyelmet ígért számára, de ezt Rákóczi nem fogadta el, és élete hátralévő közel negyed századát száműzetésben töltötte. Honvainak 1906-os hazahozatala és Kassán való újratemetése országos esemény volt. Alakja művészeink kedvelt témája. Emlékét Mányoki Ádám portréja, Pásztor János lovas szobra az országház előtt, és Herceg Ferenc Pro Libertate című regénye is méltóképpen őrzi. Ima a magyar nemzetért. Tekints, uram, néped sóhaját, hallgasd meg a szegények, özvegyek és árvák hozzád felsíró jajkiáltásait. Tekints az engesztelésre kész ártatlanukra, és ne feledkezzél meg irgalmasságot cselekedeteiről, melyekkel hajdan oly kegyesen elárasztottad szolgálatban sínylődő választott népedet. Vezesd cselekedeteinket, erősítsd karunkat, hogy egyesült erővel szolgálhassunk akaratodnak. Add, hogy rendelkezéseid útjáról le ne térjünk, hanem igazságosságait őreivé lévén utunk nyugalomban és békességben vezessen te hozzád.